Nincsenál kellemesebb, mint a nyári hőségben a vízpartokon fürödni. Egy homokos partszakaszon sekély vízben az egész család ki tud kapcsolódni. A kijelölt strandokon bójákkal jelzik, hogy meddig biztonságos a víz. Ahol nincs ilyen, ott életveszélyes fürödni, mert a homokpad nagyon hamar mélyül, mondta a speciális mentőműsorunkban. Ez a meredek fal ez úgy néz ki, hogy, hogy a 60-80 centis vízből egy méter múlva már három méteres mélységbe lépünk, vagy 5 méter, már 2 méter múlva, és szinte teljesen függőleges ennek a fala. Gyakorlatilag, amikor valaki arra számít, hogy majd ezen fölkapaszkodik, ezen a rézsűn, akkor eh, én ezt kipróbáltam, eh, megnéztem maszkban, készülékkel, gyakorlatilag kifolyik a kezünk között a homok, és nem fölfelé kapaszkodunk, úgy érezzük, mintha fölfelé mennénk, de közben egyre jobban süllyedünk. Tehát ez a homok, ez elfolyik a kezünk alól, nem segít, tehát itt egyetlen egy dolog segít, néhány úszó mozdulat, tempó fölfelé. Nem tudunk megkapaszkodni, nem tudunk kijönni, csak az úszó mozdulat segít, hogyha már egyszer bajba kerültünk, és megpróbálni minél hamarabb a felszínre jutni. A szakértő arról is beszélt, hogy ha a fuldokló embert látunk, akkor csak körültekintően szabad elkezdeni a mentést. Nagyon sokszor történik meg ugyanis, hogy nem csak a bajba jutott fullad meg, hanem az is, aki a segítségére sietett. Fuldokló gyakorlatilag nagyon ritka az, amikor nagyon kiabál, nagyon csápol, hogy ő fuldokol, tehát, tehát őt nehéz észrevenni. Ö maga a vízitúrázók száma is egyre kevesebb, mert valamikor a, a mentéseknek a java részét azért a vízitúrázók hajtották végre. Ők azok, akik otthon érzik magukat a vizen, tehát ők rájuk lehet számítani, ők azok, akik, akik oda tudnak menni egy, egy valamilyen nevezős eszközzel, és akkor abba kapaszkodva tudnak segíteni. Aki nem tud úszni, és nem jártas a vizen, annak sokkal nehezebb, hiszen ő is áldozattá válhat. Tehát egy fulldoklóban annyi erő van, és az életösztön olyan szinten hajtja, hogy nincs szégyenérzet, nincs az, hogy, hogy, hogy én most féltem a másikat. Nem, ő a saját életét félti, tehát gyakorlatilag bele fogja folytani azt is, aki kevésbé tud úszni, illetve hát még egy jól úszót is gyakorlatilag bajba tud sodorni. Éppen ezért eszköz nélkül ne közelítsük meg. Ez az eszköz, ez lehet bármi, ami ott a kezünk ügyébe akad. A törölközőtől elkezdve a vontató kötél, vagy egy fa. A lényeg az, hogy ne tudjon megközelíteni, ne tudjon megfogni, de tudjunk neki valami kapaszkodót nyújtani. Vincellér Tibor azt tanácsolta, hogy csak a kijelölt partszakaszokon fürdőzzenek a pihenni vágyók. Az evezős túrán résztvevők pedig minden esetben, még ha tudnak úszni, akkor is viseljenek mentő mellényt.